Pontosan 100 évvel ezelőtt 1924-ben alakult meg a karcagi hivatásos tűzoltó parancsnokság jogelődjének tekinthető szervezet, amely egyben a szervezett tűzvédelem helyi megalapítása is volt. Ebből az alkalomból tartott ünnepi megemlékezést és emléktábla avatást a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság, illetve Karcagváros önkormányzata. Az eseményen az aktív és nyugállományú karcagi tűzoltók, az önkormányzati tűzoltóságok és a meghívott együttműködő szervezetek képviselői mellett a vajdasági Bács-Kossuth falva, továbbá az erdélyi Bögöz, Csíkszentkirály és Székelykeresztúr önkéntes tűzoltói is képviseltették magukat. A nap a karcagi Szabó Ágoston tűzoltó laktanya előtt vette kezdetét, ahol leleplezték az ebből az alkalomból készített emléktáblát, amely Nagybana Dávid, tűzoltó főtörzsőrmester, a karcagi hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltójának munkája. Mindenek előtt Molnár László tűzoltó ezredes, a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője köszöntötte a megjelenteket. 1924. Ez volt az az év, amikor folyamatosan rendelkezésre áll egy ütőképes, megfelelően képzett, megfelelően szervezett és vezetett, megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel ellátott, bármikor bevethető készenléti egység a tüzek oltására. Ezen kritériumoknak megfelelve akár nevezhetjük professzionális tűzoltóságnak is, amely bár önkéntes egyesületként jött létre, de sokat elmond megítéléséről, hogy az önkéntesek mellett a néhány város által fizetett, mai értelemben akár hivatásosnak is nevezhető tűzoltó is, az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnokának volt alárendelve, annak az embernek, Szabó Ágostonnak, akinek ma a tűzoltó laktanya a nevét viseli. Elismerve szakmai kvalitását, tapasztalatát, elhivatottságát, a tűzoltóság megalakításában játszott nélkülözhetetlen szerepét. Elmondta, hogy ezen a napon nem csak a tűzoltóság megalakulására, hanem arra a rengeteg tűzoltóra is emlékezünk, akik a 100 esztendő alatt nemzedékről nemzedékre szolgálták a város tűzbiztonságát. Ezt követően az emléktáblát a kirendeltségvezető Sándor László tűzoltóezredessel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főosztályának főosztályvezetőjével közösen leplezte le. Az emléktábla koszorúzását követően a résztvevők közösen átvonultak a Dériné Művelődési Központba, ahol elsőként Sándor László mondott beszédet. Az ezredes történeti kitekintésben kiemelte, hogy a szervezett tűzoltóság 1870-ben Budapestről indult hódító útjára, ezután pedig a nagyobb vidéki városok is felismerték ennek jelentőségét. A 19. század végén, illetve a 20. század elején sorra alakultak meg a tűzoltóságok a vármegyék nagyvárosaiban, így pontosan 100 évvel ezelőtt, 1924-ben Karcagon is. 1924. augusztus 18-án tartotta alakulóülését a Karcagi Önkéntes Tűzoltó Testület a Városháza nagy termében, és választották meg a mai laktanya névadóját, Szabó Ágoston asztalosmestert, az ipartestület elnökét parancsnoknak. Ebben az időben az egyesületet 8 fő állandó tag és 33 fő önkéntes alkotta. Ezen időszakot váltotta a tűzoltóság államosítása 1948. augusztus 22-én, majd 1995. július 1-től a testületet a Karcag Városi Önkormányzat hivatásos tűzoltósága lent. 2012. április 1-én ismét átalakult a tűzoltóság szervezeti rendszere, hiszen ettől az időponttól kezdve a katasztrófavédelem szervezetrendszerébe tagozódott. Hozzátette, egy évszázaddal ezelőtt 8 állandó és 33 önkéntes taggal kezdte szolgálatát a karcagi tűzoltóság, első parancsnokának pedig a laktanya névadóját, Szabó Ágoston asztalosmestert választották. A főosztályvezető megjegyezte, hogy ilyen hosszú időtávlatából büszkék lehetünk elődeinkre, akik utat mutattak és letették azokat az alapokat, melyekre ma is építkezhetünk.
Az ezredes egy ebből az alkalomból készített emléklapot nyújtott át a karcagi hivatásos tűzoltóparancsnokság részére, melyet az állomány nevében Sebők János tűzoltó alezredes parancsnok vett át. Azt gondolom, hogy kisgyerekként ez egy nagyon izgalmas, nagyon titokzatos, vagy nagyon érdekes dolog, hogy egy nagy piros autó beöltözött védőruhába, légzőkészülékbe beöltözött emberek oltják a tüzet, vagy baleseteknél mentik az embereket, és aztán ez később is izgalmas maradhat. Nem annyi fiatal felnőttnek marad izgalmas, mint ahány gyermekként mondja azt, hogy ő bizony tűzoltó lesz. Mert ezt tapasztaljuk, hogy egy-egy ilyen laktanya látogatásnál, vagy hogyha valamilyen eseményen a tűzoltók megjelennek, és ott bemutatót tartanak, hogy meg lehet nézni a tűzoltók járműveit, felszerelését, akkor nagyon sok kisgyerek mondja azt, hogy ő bizony tűzoltó lesz, aztán felnőttként már nem ennyien. De akiben megvan az a segíteni akarás, én azt gondolom, az az elhivatottság, hogy más embereken segítsen, azoknak ajánlanám ezt a szakmát. Nyilván emellett azért meg kell szerezni azokat a szakmai ismereteket, illetve hát bizonyos fizikai képességekkel rendelkezni kell, mert ezt a munkát el kell tudni végezni, el kell bírni ezeket a felszereléseket. Megfelelő állóképesség, erő szükséges hozzá. Szepesi Tibor, Karcag polgármestere hangsúlyozta, hogy a karcagi tűzoltók a vállalt feladataikon túl évtizedek óta rendszeres résztvevői a város kulturális, gasztronómiai és sporteseményeinek, és ők azok a hétköznapi hősök, akik 100 éve ugyanazt a példamutató, hazafias, férfias munkát végzik. A tűzoltók hivatása napjainkban is kihívásokkal teli veszélyes vállalkozás, melynek tengelyében az emberiesség, a másokért való cselekvés és a bátorság Szent Flóriáni hármas eszméje áll. Önök, ti vagytok azok a hétköznapi hősök, akik a maguk szolgálati helyén, a maguk hivatásában mindazt hozzá tudják tenni a mi életünkhöz, hogy ha baj van, ha gond van, akkor ott vannak. A karcagi tűzoltók, ahogy szerte az országban valamennyi kollégájuk, azonban az adott település életét is színesítik. Hozzátette, hálával és tisztelettel adózik a lakosság a tűzoltók munkájáért, és köszönik bátorságukat, kitartásukat, valamint a hivatásuk iránti elkötelezettségüket. Polgármester úr ezután szintén emléklappal köszönte meg a tűzoltóknak az elhivatott munkájukat, és köszöntötte a legidősebb élő karcagi tűzoltót, a 84 éves T. Szabó Pál, nyugállományú tűzoltó hadnagyurat. A beszédeket követően Sebők János mondott pohár köszöntőt, majd az esemény a karcagi tűzoltók tiszteletére rendezett díszebéddel zárult. Másnap nyílt napot tartott a karcagi tűzoltóság, ahová a nap során több mint 300-an látogattak el.